तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Látjunk egy utasításuk, ami tovább tanítja Kapila Dev Bhakti Jógába, hogy mindenhol kell látni lelket és a felső lelket. Valójában ez egy nagyon mély téma, hogy hogy lehet látni lelket és felső lelket. Úgy első látásra ugye ilyen kis egyszerű versnek tűnik, hogy hát igen, jó, persze, igen, egyetértünk, de hogyha egy kicsit mélyebben ásunk és lássunk, hogy ez mit jelent, valaki lelket lát, ez egy feltétel, ugye, amit itt mondja igazából Kapila Dev, hogy akik ezt nem igyekszenek ilyen látásra, akkor félelem, halál és a többi fog történni. És egy pár szót erről szeretnék, hogy gondolkozunk együtt, hogy ez mit jelent. Elsősorban, hogyha valaki nem lát, hogy miért nem tud látni, mert vannak akadályok a személyeknek, hogy lássanak a lelkeket. És Bhagavad Gita-ban Krishna mondja a harmadik fejezetben, 27. versben, hogy kik azok, akik nem látnak. A prakriti kriyamanani guna karmani sarvasa kartaham iti manyate ahankara vimuthatma kartaham iti manyate. Azt mondja, azok, akik hamis ego hatás alatt vannak, és azt gondolják, hogy én vagyok a cselekvő. A büszke személyek. Hogyha valaki büszke ember, nem tud látni felső lelket. Kartaham, vimutha, az egy vimutha. Nem fogunk fordítani magyarra, mit jelent? Meg lehet nézni majd fordítást. Mit jelent vimutha? Kartaham, vimutha, manjate. Szóval azt gondolja, hogy én vagyok a cselekvő, ez azt jelenti, én vagyok a kontrolláló, itt kontrollálok a dolgokat. És ugyanaz volt Arjunával, hogyha megnézzünk első fejezet, egész a második fejezet, hetedik versig. Arjuna is próbálta ő kontrollálni, nem akart, hogy Krishna kontrollálja, én megoldom, én tudom. Addig nekem igazam van, ugye, ameddig vitatkozott Krishnával, miért vitatkozott Krishnával Arjuna? Mert igaza volt. Nem? Mert hogyha valaki tudja, nekem nincs igazam, nem vitatkozik. Szóval vitatkozott, mert neki volt az igaza. Aztán, mivel intelligens volt, rájött, hogy mégse tudok érteni, mert hogyha én így gondolom, hogy én tudok, szóval van ez a büszkeségem, akkor megértette, a büszkeség, büszke ember hibázik. Krishna, Arjuna maga ezt rögtön felfedezte magába, azt mondja, karpanya dosa pahatasva bála. Azt mondja, hogy dosa. Nem a kapapita vátáról beszél Arjuna, hanem dosa, amúgy azt jelenti, hogy hiba. Van bennem hiba. És mi a következménye volt Arjunának arra, hogy a büszkeség az milyen? Ez a rögtön, szóval ember nem tud helyes, nem tud, hogy kell cselekedni. Ez egy érdekes dolog, hogyha valaki büszke, az nem fog tudni cselekedni, az hibázik. Ő nem tudja, mi a kötelesség. Mert Arjuna utána mondja abba a versbe, hogy a dharma samuda cheta, nem tudom, mi a dharmám, mit csináljak. Szóval ember elveszíti a fonalat, és utána azt mondja, zavarba vagyok. És akkor zavarba jön. Szóval láthatjunk, és hogy érdekes dolog, hogy kell, és félelem, és itt Krishna pont ezt mondja most, hogyha valaki nem látja a lelket,
és nem látja felső lelket, az félelembe fog kerülni. És Arjuna rögtön mutatja a példán, hogy ő félelembe került, félt, és hibázott, és nem tudja, hogy hogyan cselekedjen. Mert utána a 5. fejezetben Krisna mondja, mi a megoldás. Nem is ott, rögtön. Ő is mondja, hogy megoldás, a problémát az neked, Arjuna, hogy te nem látod a lelket. Ugye ezért kezdi. Nát eva hamja tuna számnat vám nem ilyen hipáva, dehinas minata de kaumaram javaram gyaratat hádeán tarapartir irasztatram nem uhjati. Azt mondja, hogy nem látsz lelket. A probléma ott. De azt mondja, nem is fogsz tudni látni, mert 14. versben azt mondja, hogy ahhoz, hogy lássál, mátrasz parsászte kontaja sita usna szukha dukha. Ahhoz, hogy lássál lelket, ahhoz kell türelmes lenni, alázatos. Ez a kulcs. Ugye utána kicsit később, amikor megmutatja, hogy hogy lehet felismerni, aki látja lelket, vagy felső lelket, az már 5. fejezetben mondja Krishna, hogy vidya, aki tudással rendelkezik, aki szamadársa, aki mindenhol lelket lát, az vinája. Vidya vinája, szampané, brahmáni, gávi, hasztini. Szóval az a személy, aki alázatos, az képes látni mindenhol lelket és a felső lelket. Disznóba, hogy itt is mondja, kutya, kutya elvőbe, brámánba, selefánba. Úgyhogy Chaitanya Mahaprabhu ugyanezt megerősíti. Hogyha akarsz komoly lelki élményeket a Maha mantrából, akkor Trinada Pisa Nichanatarora Pisa Isnuna. Ugye Bhakti Siddhanta Mara is mondta, hogy ez a pranáli mantra. Ugye pranáli mantra Siddha Deha, ugye a Bhakti Siddhanta Mara idejében az volt a nagy trend, hogy a guru elmondta a tanítványnak, hogy mi a lelki szvarupád, és akkor ez az, és kaptál Siddha Pranali mantrát, és akkor meditálsz. Bhakti Siddhanta Maharaj mondta, ezért nem lehet adni, hogyha valaki nem képesített, nem alázatos, nem lehet adni neki ezt a tudást az ő lelki szvarupájáról. És ezért Bhakti Siddhanta Maharaj mondta, hogy a mindenkinek a pranáli mantra, ez a szvarupára meditáció, ez a vers Trinada Pisa Nichina, Tarora Pisa Isnuna, Amani Namana Dina Kirtani Asadari. És ennek van a más működése után az embernek, mert aki alázatos, az nem hibázik. A alázatos ember nem hibázik, ő tudja, hogy kell viselkedni. És alázatos ember ki tud bírni a legnagyobb nehézségeket. Ugye mi itt küzdünk sokszor, hogy vannak nehézségeink, és néha gondoljuk, már olyan tesztbe vagyok, hogy lehet, hogy megörülök, már nem bírom ki. De a lázatos ember, ő bírja, mindent kibírja. Ott volt a Prahlad Maharaj, hogyha emlékszünk, Prahlad Maharaj olyan teszteken ment át, és mindent kibírta. Akkor ott volt Haridas Thakur, Haridas Thakur, akit verték 22 piac téren, ő mindent kibírta. Ugye? És a lázatos bakta, ő azt gondolja, hogy én ezt megérdemelek. Ugye amikor Haridas Thakur verték, és akkor jöttek hozzá bakták, mert azt mondták, hogy ahogy csak abba hagysz a Hare Krishna mantra éneklést, akkor abban a pillanatban abba hagyunk, nem fogunk téged verni. És már mindenki oda jött hozzá, és mondta Haridas, figyelj, hagyd abba, most csak ennyi múlik, ha csak most nem énekelsz mantrát. És azt mondta, ne aggódjatok, ez úgyis meg kell kapjam, ez az én bűneim miatt. Szóval egy alázatos személy, ő mindig gondolja, hogy én megérdemelek. Vagy mondja, hogy megérdemelek, vagy gondolom, hogy a Krishna így akarja, akkor elfogadom. Mint ott volt Ambarish Maharaj, aki egyáltalán nem hibázott, tökéletesen betartotta a Vaisnava etiketet, de Durvasa Muni megsértődött rá. És azonnal akart elpusztítani. És lehet látni pont ezt a két példát. Ambarish Maharaj mondta, jó, akkor én elfogadom, ez a Krisnának az akarata, hogy most meg kell halnom. Ugye? És ő alázatos volt, és ugye mivel Durvasa Muni nem volt alázatos, ő hibázott. Szóval büszke ember sose tud cselekedni, helyesen mindig hibázni fog, mindig. És mi volt a vége?
Csakra megölte az ő démonját, amelyeket ő teremtett, és mente utána. Lángoló halálfélelemtől menekült, ahogy itt mondja most Kapila Dev. Igen, szóval ez a Vaisnavának a hangulata, hogy rendkívül alázatos. Ahogy ugye a Ramachandranak a dinasztiában egyik király volt, akit Harishchandranak hívták, nagy bakta volt az Úr Visnónak, az Úr Ámának, Szúrja dinasztiának. Olyan csodálatos király volt, hogy mindenki nagyon boldog volt királyságában, és mindenki imádta ilyen királyt. És neki minden dolog, minden kellett csinálni. Kellett büntetni, kellett megjutalmazni, és mikor ő büntette valakit, mindenki boldog volt, mert ahogy ő büntette, az mindenki érezte, ez az abszolút igazság, ez igaza van. És annyira a úri ember volt, hogy Indra elkezd izgulni. Mondta, ajaj, szerintem vannak neki projektjei. Szerintem ő akarja lenni Indra. És akkor elindult egy kis tanácskozás a félistenek között, hogy biztos ő most direkt ezeket csinálja, ő nem is ilyen tiszta, ő csak egy nagy színész, megjátsza, hogy betartja a szabályokat, aztán élvezni akarja, és engem akarja ledobni, ő igazából irigy az én trónusomra, az én pozíciómra. Aztán oda jött Narada Muni a gyűlésre, és mondta, nem, őt nem érdekel, ne haragudj, de én ismerem őt, ő nem olyan, mint te. Itt nem érdekel semmi. És akkor mondták félistenek, jó, de azért az, hogy mi bebizonyítsunk ezt, és megnyugodjunk, akkor azért teszteljünk le egy kicsiket. Jó, rendben, leteszteljünk. És akkor nem mesélek, milyen tesztet kapott, lehet belül közben párhuzamokat hozni, hogyha valaki kapott ilyen teszteket már az életében. Elsősorban az volt, hogy álmában megjelent Visvámitra, Harishchandranak, és mondta neki, hát először álmában teremtettek, hogy lányok táncoljanak, és akkor táncoltak, és volt egy nagyon szép énekes nő, aki Harishchandra álmában mondta, igen, te olyan szépen énekelsz, Krishna biztos elégedett, olyan csodálatosan dicsértél az Urat, ezért most kérd meg bármit, és amire, és hogyha képes vagy rá, akkor ezt megadom neked, hogyha méltó vagy rá. Az Harishchandra fontos, nem csak bármit kérél, hogy megadom, kérj bármit, de hogyha méltó vagy erre, akkor megkapod. És akkor mondta az Apsara, hogy ez Apsara volt, hát én szeretnék a királyságodat. Azt mondta, hát ne haragudj, én hogy bár megígértem, de mondtam, hogyha méltó, de én nem tudok egy királyságot, egy felelősséget rábízni Apsarára. És akkor elkezdte hisztizni, hogy mi ez dolog, mi ez a dolog, hogy Harishchandra vagy, megígérte, milyen király vagy. Erre megjelent Visvámitra, és mondta, jó, azt mondta, nem adsz nekem, ő nem méltó. De hogyha valaki méltó fog jönni, annak átadod királyságot? És akkor Harishchandra mondta, igen. Én méltó vagyok? Kérdezte Visvámitra. Ő sátria volt, ugye, valójában. Azt mondta, igen. Akkor ígérd meg, hogy akkor adományzol nekem királyságot. Rendben, és akkor öntötte acsmant, mondta a mantrát, és akkor megvolt a szerződés, hogy kinek a királysága lett. És utána reggel felkelt, és felkelt és megy el. És akkor a feleség mondta, hú, kedves férjem, királyom, gyere, akkor itt vannak a kötelességek. Azt mondja, nem, nincs több kötelességem, én már nem vagyok király, elajándékoztam. Hogy? Hát az álmában. Hát ez csak álom volt, nem, ez igazság volt. Szóval lényeg, így kihagyunk a dolgokat, inkább menjünk az érdekes pontokhoz. Visvámitra jött, átvette a királyságot, és mondta neki, jó, vedd le akkor egy király ruhát, te nem vagy király. És akkor fel kellett venni egy ilyen rongyokat, mondjuk így, és mondta, jó, akkor most látom, te nem tisztelsz új királyt, mondta Visvámitra, mi ez az egész. Ó, kedves király, ajánlotta neki hódolatot, szóval tegnap király volt, ma már ő, senki, képzeljünk el,
és ajánlani kell hódolatot egy büszke valakinek, és ajánlotta hódolatot, és mondta, nem, ez csak megjátszol magad, hozzá 10 000 aranyt, adományt, új királynak hozzá adományt. Rendben. Lényeg elment keresni pénzt, dolgozni. Ő lett egy munkás. Dolgozott, kihasználták, megverték. Akkor végül összeszedte. Visvámintra mindig jött. Na, mikor adsz az adományt, mikor adsz? Végül nagyon nagy nehezen összeszedte pénzt, és reggel jött Visvámintra, és mondta, na akkor add ide, és akkor hozza egy ilyen, be volt itt tekerve egy ilyen anyagba, és adja a Visvámintrának, Visvámintra kicsomagol, és a kövek vannak ott. Mit csinálsz? Harisándra látja, Úristen, a filistenek éjszaka ellopták, és köveket raktak oda. Olyan cáfot kapott, csak na, azt meg kellett hallani, miket kapott Visvámintrától ezek után, és csak bocsánatot kért, egyáltalán nem magyarázott. Szóval érdekes, hogy alázatos bakta nem védekezik, nem magyaráz, csak elfogadta, jó. Végül arra ment a dolog, hogy el kellett adni a feleségét. Mert ő adta szavat, hogy fogadni 10 000-et, és eladta a feleségét, de kevés volt a pénzt, akkor eladta a fiát. És elment dolgozni egy sudrához, utolsó gazemberhez, aki béna volt, és verte, és mondta hozzá vizet a nagy ilyen vagyagedénybe, kútból, és akkor cipelte, közben filistenek kiszedtek a vizet, és nem 24 órát, meddig nem esett össze, és nem tudta befejezni. Volt már valakinek? Csinálja, sosincs eredmény, sosincs valaki elégedett velünk. Volt ilyen? Milyen reakciónk? Nem magyarázkodunk. És ő csak így elfogadta. És Isten, félistenek tovább tesztelték, annyira már ment az egész a teszt, hogy ez a sudra kidobta, azt mondta, te nem tudsz, te senki vagy, te semmire nem vagy képes. Egy embernek mondanak, ki tegnap király volt, legerősebb király, a legnemesebb király volt tegnap, aki legjobban minden szervezte, legjobban vezette az ügyeket, ma mondanak neki, te semmire nem vagy képes, te senki vagy. Ezt mondták neki, kidobta. Meg ez az utolsó ember, aki utolsó ember volt az utolsó emberek között, kidobta Harisándrát. Mondta, neked tudod, hol dolgozni kell? Ahol érintetlenek dolgoznak. A krematóriumban. Semmel tud dolgozni a krematóriumban. Közben fordult a kocka. A fia az nagyon-nagyon csodálatos volt. A fiát úgy hívták, hogy Rohit. A feleségét úgy hívták, hogy Tára. És a Rohitot egyik félisten, a Vászuki, az fogta, kígyóként megjelent, és megmarta, és meghalt a kisfiú. Ott az anyának a szeme láttán, szóval anya is, szóval Tára is egy hihetetlen alázatos volt. Ő ment férj után, és ő mondta, add el engem, csak tartsd be a szabadat. Szóval ugyanolyan alázatos volt ő, és végtelen. Erre még egy ilyen kis pirítás rá, hogy a fia is meghalt. Szóval meddig lehet ezt bírni? Ez már lehet, hogy már panaszot írjunk félisteneket ezután, nem? GBC-be. Hogy ez ilyen nem, mi ez? Ez hogy lehet ilyen? Nem lehet csinálni, ez már nem etiket, ez már túl van minden. Ők nem csináltak ezt. Ő fogta a fiát, és vitte a krematóriumba. És sötét éjszaka volt. És nem ismertek egymásra. Találkoznak a krematóriumban, ott van a Harisándra, ott jön a Tára, és mondja, éjszaka, melyik milyen fekete ruha, mert minden nem lehet megismerni egymást, és mondta hoztam, mert szeretnék kérni helyet, hogy égess el egy halottot. És ki ez a halott? Hát egy kisfiú. De közben, ahogy szokott lenni, jött a hír. A hír arról szólt, hogy ő ölte meg a fiát. Szóval nem a kígyó, hanem az anya megölte a fiát, és a szabály az volt, hogy ha anya megölte a fiát, akkor azt a fiát nem lehet kremálni, valami ilyesmi volt. És mondja Harisándra, én tudom, hogy te megöltél a fiadat, nem tudok kremálni őt. Aztán kiderült, mikor ez az ő fia, az kész volt Harisándra, de még nem kremálta el. És utána
jöttek megint a krematóriumba a vezető, és mondta neki, jó, te már nem vagy erre se jó, hóhér leszel. Neked kell vágni a fejüket az embereknek, mert csak erre vagy méltó. Szerencsétlen Haris Csándra mondták neki. És akkor felment el a, hogy hívják ezt a részt, ahol fel kell menni? Milyen? Bitó. Bitó. Bitóra felment, és azt mondták, meg kell, el van ítélve egy nő, a bűnös nő, aki megölte a saját gyerekét, le kell vágni a fejet neki, te vagy a hóhér. És akkor felment. És akkor ott volt a giliotinnál kötve a felesége, ő nem látta ki azt, csak látta, hogy nőmelyet le volt engedve a fej, és hologott a haj, mert ilyenkor ugye ki van bontva a haj, amikor gyászol a nő, amikor gyerek meghalt. És akkor a felesége már tudta, hogy ki fog levágni a fejét, és akkor Haris Csándra végtelen alázatosan oda ment, és azt mondta, hogy kedves hölgyem, hát ez a szolgálatom, hogy levágjam a fejedet, mondd meg, mi a utolsó kívánságot. És akkor mondja a tárá, hát én szeretnék az én kedves fiamnak, férjemnek, aki csodálatos férfi és legnemesebb király, a lotusz lábának a pórját a fejemre halál előtt. És akkor felemelt az arcát, és amikor látta Haris Csándra, azt mondja, ez kész. Már a feleségemet is meg kell ölnöm. Már minden elveszítettem, a saját feleségemet meg kell ölni, és ez a kötelességem. Gyás is, ráadásul azt mondta, kicsi. És akkor mondja, Haris Csándra olyan korszakban, ahol kötelességet kell végezni. És mondta, nem tudok ezt megtenni. És akkor a feleségem mondta, de nekem legnagyobb kegy meghalni. Egy ilyen csodálatos férjt. És akkor mondta, nem fogok tudni megcsinálni. Ezt nem lehet itt megcsinálni, mert Haris Csándrának a hírneve mindenhol úgy ismert, hogy ő mindig betartja a szavát, ő mindig követi a darmát is. És Haris Csándra nem tudja ezt csinálni, hogy nem fog valakit megölni, hogy nem fog követő kötelességet tartani. És akkor Haris Csándra nagy alázatosan fogta, és akkor elkezdte vágni a fejét. És akkor így lassan engedte be a kést a nyakába, és akkor már mikor belevágott a nyakába, akkor elkezd folyni a vér, és mivel ugye szent volt a felesége, a tára, és a szentnek a vére, amikor érintett a földet, abban a pillanatban ugye majdnem felrobbant az univerzum, és minden félisten abban a pillanatot megjelent, és mondták, stop! Haris Csándra, kész, nem? Ez csak egy kis teszt volt. Visszakapsz királyságot, megértettünk, hogy te tényleg egy alázatos, te igazi király vagy, és akkor visszakapta a fiát, a feleséget, visszakapta a királyságot. Szóval ilyen néha tesztek vannak az életben. Remélem, nekem nem lesz ilyen. Mert szóval ez a feltétel, hogyha valaki akarja látni lelket, és a felső lelket, akkor nagyon fontos, hogy lásson, hogy legyen alázatos. Ez a feltétel. Másképp nem lehet túllépni, nem lehet átugrani ezt a lépcsőfokot, hanem bele kell merülni ebbe a lépcsőfokba, és gyakorolni. Akkor nincsen olyan akadály, nincsen olyan probléma az életünkben, nincsen olyan nehézség az életünkben, ami nem tudjunk túlmenni. Ez az első. Ez az egy legfontosabb megértés, ugye most ott Lila Sukaprabhu tartotta stressz kezelő tréninget hétvégét, de valójában a stressz kezelés az nem trükkök, amit pszichológusok tudnak mondani, hanem az alázatosság. Az alázatos bakta ember nem lesz stresszben. Átmegy mindenen. Ez az erő. És ami legfontosabb, ez Krisnát nagyon vonz. Hogyha valaki alázatos, az vonz a Krisnát. Ugye, hogyan meghódították Krisnát gopik?
amikor ő fuvolázott éjszaka, és ugye teli holdkor, gópik ott hagyták mindent Krisnáért, mert Krisna hív minket, képesek voltak feladni mindent. Feladták a gyereküket, a családjukat, a kötelességeket, darmájukat, a jó név, hogy ők feleségük, hanem elszaladtak egy másik fiúhoz, Krisnához. Szóval ugye a védék okoskorban ilyet megcsinálni. De ők ezt is feladták, ugye. És oda szaladták, nem maradt semmi, csak Krisna. Mindent feladták Krisnáért, és oda szaladták. Mikor megérkeztek, hogy itt van a drága Krisnánk, akiért képesek vagyunk mindent feladni, csak vele legyünk, ő mit csinált? Azt mondta, miért jöttetek? Miért jött? Menjetek haza? Miért jártok ilyen éjszaka, ilyen későt? Ott vannak férjetek, családotok, gyerekek? Ilyen nagyon keményet mondta. És Gopik mit csináltak? Nagyon alázatosak voltak, csak így leengedték így a fejüket, és akkor így a lábok ellen így alázatosan, mint a homokba így húzgáltak ide-oda, ujjakkal a homokot rajzolták. Nagyon alázatosak voltak, mert ők tudtak, hogy nekünk nincs hova futni. Mi ide futottunk Krisnához. És ezért nem az, hogy futották, hanem azért, mert mikor elfutották és alázatosak voltak, ezzel megfogták Krisnának a szívét. Szóval bakta, még hogyha nekünk is nincs képességünk, hogyha nincsen odaadásunk, de próbálunk lenni alázatosak, akkor van esély. Utas a történet, ami ezerszer már meséltem, hogy hogy lehet Krisna premet megkapni, csak hogyha valaki alázatos. Ugye volt ez a brámana, egy brámacsári, aki tejet ívott, mindig ment gosalába, ívott tejet, evett gyökéreket, nagy konyhái proszádamot nem evett sose, lemondott volt. Akarta így elérni Krisnát, hogy lemondásokat végez. És tudta, hogy Úr Csitánya, Srivász Thakur házában mindig kirtánt énekel. És ment, és kérte, de Srivász Thakur mondta, nem lehet, nem jöhetsz. Csitánya Mahaprabhu nem engedi senkit. Ez egy nagyon bensőséges kirtánok. De kérte, és mondta neki, jó, oké, megengedem, gyere. És akkor beengedte, és el kellett bújni, és elbújt. Úr Csitánya jött, bakták jöttek, ők kezdtek énekelni, táncolni, zenélni. Ment a kirtán, ment. Egy idő múlva Úr Csitánya megállt, és azt mondja, én nem értem. Nagyon jó zene, nagyon jó dallam, nagyon jó mantra, amit énekeljünk, tánc, de nincs extázis. Én nem érzem extázist. Biztos van itt valaki, aki beszennyeztette itt az egész hangulatot, valami materialista tudattal. Ugye Csitánya Mahaprabhu, mint egy legfelsőbb lélek, ő tudta, hogy ott volt az a alázatos brámacsári. És azt akkor rögtön megijedt, mondta, jaj, bocsáss meg, Csitánya Mahaprabhu, Nimáj, igen, van itt egy brámana, de ő nagyon-nagyon lemondott. Ő csak tejet iszik, és csak gyökereket eszik, teljesen mindenről lemondott. Ó, Csitánya dühös lett, elkezdte cáfolni. Hoztátok ide. És akkor oda elé került a brámacsári, és nagyon-nagyon erősen kiabált, te mit képzelsz? Te azt gondolod, hogy engem el tudsz érni csak csupán a lemondások által, hogy te csak tejet iszol. Gajendra, ő nem ivott tejet, de ő baktívval rendelkezett, ő elérte engem. Engem nem lehet semmilyen lemondással elérni. Nagyon beképzelt vagy, és takarod, hogy én ne is lássak. És kirúgta. És akkor ment el a brahmacsári, és nem panaszkodott, nem gondoltam, na jó, van ez úgy, többet nem jövök. Ezek után jöttem oda, ez a szeretet, így néz ki a szeretet, ez a szanga, így, nem így csinálta, hanem ment, és gondolta, milyen igaza van. Milyen gazember vagyok, hogy azt gondoltam, hogy én itt kitalálom, mit csináljak, hogy lemondásokat, nem eszek,
És úgy csinálja, hogy most engem felvilágosított. És nagy-nagy hálássága felébred a szívébe. És úgy csinálja, mint Paramatma, mindenkinek szívébe van, ő érezte azt a hangulatot Brahmacháriba, és mondta a többi baktáknak, menjétek, hozzatok vissza. És akkor kijöttek a bakták, mondta, hé, Brahmacháry Dász, gyere vissza, Nimáj szeretne folytatni a leckét. És akkor gondolta Brahmacháry, biztos még nem fejezte ki magát teljesen, ahogy gondolta. És akkor visszament, és ajánlott a dandavátot. És akkor Úr Csaitanya mondta, hát nagyon megszittam, és te arra, hogy annyira téged megszittam, te nem lettél dühös, nem haragodtál rám, hanem hálás lettél, és mivel te ilyen alázatos vagy, ezért te méltó vagy arra, hogy megjutalmazak téged. És akkor mondta neki, és akkor átölelte, és akkor megadta neki a Krishna prémát. És mikor látták a bakták, hogy milyen kegyet kapta a alázatos Brahmacháry, akkor mindenki kiabált, Hari Bol, Jai Radhesyam! És akkor beindult egy igazi kirtán, nem tudom hány napig tartott. Köszönöm szépen, akkor majd folytatjunk. Srimad Bhagavatam ki jaj, Sisi Radha, Shama Sundar ki jaj, Nitai Gora Premanandai Hari Bol. Srila Prabhupada ki jai, Gaura Bhaktavrinda ki jai.